December 8-a van, 3/4 hét. Itt állunk a díszletben, de már csak néhány pillanatig, hiszen pár perc múlva kezdődik a Napsugárfiúk bemutatója itt, a Madách Színházban. Főszerepben Benedek Miklós és Kávölgyi János. A Napsugárfiúk köszönti Önöket! Én legalábbis úgy éltem át ezt a mai estét, mint a színészetnek az ünnepe. Tehát, hogy az egy micsoda varázslat az, hogy ott áll két művész, belép a színpadra valaki, és bejön vele egy világ. Ezt nem lehet tanítani, ezt nem lehet megtanulni. Ez valami a tehetségnek és a személyiségnek valami olyan különös mély rétege, ami igazán csak csodálni és irigyelni lehet. A nézők iszonyatosan élvezték ezt a nagy találkozást, hogy önök először játszottak együtt színpadon. Belülről milyen érzés volt ez? Hát jó lenne, Miklós most nem állna itt mellettem, mert akkor elmondanám, hogy például nagyon jó volt veled együtt lenni, majdnem azt mondtam, hogy dolgozni, de ez a Szirtes Tamásnak van valami őrült orra vagy érzéke, hogy összerak embereket, mint egy ilyen laboratóriumban egy Nobel-díjas magyar kémikus, hogy ebből is beleönt, azt egy kis Benedekhez hozzáteszünk fél deci gálvölgyit, már nem alkoholban, nem, és ez így összeráz, és akkor ebből valami jó születik. Úgyhogy ez a Tamásnak, én nagyon hálás vagyok, hogy összehozta ezt a párost. Úgy fogalmaztam valamelyik nap, hogy jó játszani. Tehát nem egy üzem van, meg nem egy ilyen kötelező teljesítés, hanem bemész, és akkor játszol. Tehát, igen. Tehát hogy a jó érzés van, és nem kell azt mondani, hogy Jézus Mária, ma este megint valamit be kell mennem valahova, és valamit csinálni. Nincs szükséged semmire. Mire lenne szükség? A könyvekre, képes lapok. Nincs nekem arra időm, a rajongók leveleire válaszol. Annyi rajongói levelet. Miért nem? Szabad már ennyit beszélned? Nálam ez úgy szokott elni, hogy reggel egy halálfélelemben vagyok, nem azért, mert nagy dolog, ha meghalnék estére, de hogy megérem-e az estét. A kocsival odaérek-e, nem késtem le, eszembe jut. Szóval egy rettegésben töltöm a napomat. Ez a csodálatos premier nap. Nálam legalábbis így telik. És nem lehet megszokni. Nem lehet megszokni. Nagyon jó este volt. Azt kell mondjam, hogy a színészet egyik csodája az időzítés. Azt, hogy akkor, ott és úgy. És ez a két művész, Gálvölgyi János és Benedek Miki, hibátlanul tudja az időzítést. Gondolom a sportolók tudják még ezt, hogy pont az olimpián kell a világcsúcsot futni, és ők pont a bemutatón hozták a legjobb formájukat, úgyhogy nagyon örülök. Bátran kimondható, hogy ez egy sikeres este. Bátran. Igen. Most már kijelenthetjük. De szerintem ez azért sanszos volt, hogy egyébként is a próba folyamat alatt. Igen, meg hát két ilyen színész óriással együtt játszani azért ez, tehát a borítékolva van ilyenkor, hogy azért ez működőképes lesz. Sokat lehet ellesni két ilyen színésztől a próbákat? Igen, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat. Tényleg hihetetlen
véletlenül passzoltak egymáshoz, és biztos nagyon-nagyon jó munka volt, nagyon élveztem az egész előadást. Látszik, hogy szeretik egymást, látszik, hogy szeretik a darabot, látszik, hogy megérint őket belülről, szóval nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon élveztem. Mai este elképesztően színvonalasan, szórakoztatóan, kerekedeges volt.